A Juventus és a Manchester City jutott be a labdarúgó bajnokok ligája negyeddöntőjébe kedden. Az olaszok 2-0-ás hátrányban fogadták a spanyol Atlético Madridot, és már a negyedik percben betaláltak, de a bíró nem adta meg a gólt. A 27. percben Cristiano Ronaldo faragott az olaszok hátrányából, majd a portugál még 2 gólt rúgott, így a Juventus 3-0-ás győzelemmel jutott a legjobb 8 közé. A másik mérkőzésen a már idegenben is győztes angol Manchester City gólparádét tartott, hiszen 7-0-ra győzte le a német Schalkét. A legjobb 8 mezőnye szerda este lesz végleges.